Megbeszéljük. Mihály Péter közgazdász egyetemi tanár a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És a magyar energiapolitika a témánk. Pontosabban két olyan kijelentés, amit Orbán Viktor tegnap a parlamentben is megtett, de már korábban is voltak erre vonatkozó nyilatkozatai, kijelentései, tervei, és minden alkalommal elég hüledezve hallgattam, nem igazán értem ennek a gazdasági hátterét, hát ha ön meg tudja magyarázni. Az egyik az volt, hogy néhány éven belül szeretné a Magyarországon lennének a legalacsonyabbak az energiaárak az Európai Unióban, vagy egész Európában, mert így leszünk igazán versenyképesek, a másik pedig, hogy és megvan a megoldás, vagy legalábbis a megoldás egyik eleme, hogy non-profittá kell átalakítani az energiaszolgáltatást, ezt az egyik fideszes képviselő később no-profitra változtatta. Mi a különbség, az is egy kérdés, non-profit vagy no-profit. Szóval a lényeg az, hogy olyan legyen az energiaszolgáltatás, hogy abból ne húzzon hasznot az a cég, ne tehessék zsebre a tulajdonosok a hasznot, hanem talán a közjó haszna legyen az, amit ebből a tevékenységből megszereznek. Azt szeretném tudni, hogy ez vajon járható út-e? Van erre Magyarországnak esélye, hogy, ahogy Orbán Viktor is mondta, utat mutasson egész Európának? Hát itt tulajdonképpen két kérdés van, és érdemes az ezeket ketté választani. És mind a kettő esetében igaz az, ugye az a hamletti mondás, hogy bolond beszéd, de van benne rendszer. Ez általában is igaz Orbán Viktor szavaira, hogy első hallásra az, amit mond, abban sok megfontolandó van, nem teljesen légből kapott, amit mond. Ugye azt mondta a miniszterelnök több alkalommal is, hogy Európában drága az energia, például az Egyesült Államokban a világ más részein olcsóbb, tehát legyen nálunk is olcsóbb. Most ebben a miniszterelnöknek tényszerűen igaza van. Való igaz, hogy az Egyesült Államokban, Kínában és a világ számos más pontján olcsóbb az energia, mint Európában, és ettől ezek az országok versenyképesebbek. Csak éppenséggel a magyarázat fordított, és nem az, amire a miniszterelnök gondol, hogy akkor Amerikában azért olcsóbb az energia, mert az állam, a kormány, Obama elnök elrendeli, hanem azért olcsóbb az Egyesült Államokban és még a világ számos más országában az energia, mert ezek az országok nagyon gazdagok energiában, és ők maguk termelik. És akkor persze olcsón tudják adni. Egyébként Oroszországban is olcsó az energia. Igen. Mert... Csak Európa és az Európai Unió országainak nagy része éppen Oroszországból importálja az olajat is, a gázt is, ezért aztán ki van téve annak, hogy az oroszok ezt mennyiért adják. Na most másfelől pedig a miniszterelnök ott csúsztat, hogy ezt a problémát ő ismerte fel először, hanem az Európai Unió legalább 20 éve dolgozik azon, hogy Európában is legyen versenyképes az energia. Ennek érdekében nagyon sok minden történt az elmúlt évtizedekben, beleértve Magyarországos is. Hát itt az egyik legfontosabb dolog, hogy az országok piacai össze legyenek kötve fizikailag, csövekkel, vezetékekkel, hogy az áram, meg az olaj, meg a gáz tudjon áramolni, és ne alakuljanak ki monopóliumok. És ennek következtében lényegesen javult Európa energia versenyképessége. Többek közt, ugye ennek köszönhető erről, és nagyon sok szó esett csak ebben az összefüggésben, azért lehetett Magyarországon többek közt a rezsit csökkenteni, mert Nyugat-Európából olcsó gázt tudtunk importálni ezeken a csöveken. Vagy ez a néhány hete kirobbant botrány, hogy egy obskúrus, többek között offshore cégek által tulajdonolt kereskedő cég több 10 milliárd forintos hirtelen haszonhoz jutott azáltal, hogy az MVM a távhőszolgáltató cégeknek akart olcsó gázt adni, hogy azok tudják leszállítani az árait. És olcsó lett. Mert nyugatról, a nyugati vezetéken jutottak az olcsó gázhoz, tehát, ellentétben az orosz szerződéshez gázzal. Tehát, hogy itt tulajdonképpen a folyamat pont az ellenkező irányba megy, mint amit a miniszterelnök javasol, hogy tudnélik több verseny kell, és kevesebb korlátozása. Ezzel szemben a miniszterelnök meg éppen, hogy a versenyt akarja megszüntetni. Tehát a problémát jól látja, a megoldást viszont abszolút rosszul. Így van, és rosszul ítéli meg azt a helyzetet, amerre az Európai Unió megy.
Egyébként érdemes elmondani, mert ritkán szokott erről szó esni, és ez, hogy Amerikában például azért nagyon olcsó az energia, mert ott egy új technológiával új területekről tudnak földgázt és olajat kinyerni, ez a bizonyos pala, olajpala kitermelés, amiben az az érdekes, és talán ezt jó elmondani a rádióhallgatóknak, hogy Amerikában másképp működik a jog, mint Európában. Amerikában az a helyzet, hogy a föld méhének a kincse az azé, aki a föld. Egyszerűbben fogalmazva. Nem az állami. Így van. Ha az önnek vagy én nekem a kertembe föltörne az olaj, akkor az a legnagyobb baj lenne számomra, mert az állam elvenné tőlem a telket. Mert az nem az enyém. Mármint a föld méhének a kincse. Amerikában viszont mindenkié a saját, a telek mindenkié, a sajátja, az ott található nyersanyagok is, ezért mindenki keresi gőzerővel, hogy nincs-e ott véletlenül olaj, vagy arany, vagy akármi. Hát Amerikában találtak is olajat, és kifejlesztették hozzá a technológiát. Ez egy nagyon lényeges dolog, már csak például azért is, mert a szomszédunkban Lengyelország van hasonló helyzetben. Ne, hát bizonyos értelemben még Magyarország is, hiszen ez a bizonyos makói gázmező szintén ilyenfajta technológiával kiaknázható, még hogyha esetleg nem pontosan ugyanolyan is a, ennek a szerkezete, mint az amerikaiaké, de előbb-utóbb biztos, hogy ez is kinyerhető. Na most errefele van a jövő egészen biztos. Most a másik dolog, ugye ez a non-profit ötlet, hogy azok a cégek, amelyek energiát termelnek, azok lehetőleg minél kevesebb profitot termeljenek, tartsuk alacsonyan az árakat. Ez egy olyan törekvés, amit természetesen egy kormányzat a parlament többség támogatásával meg tud csinálni. A kérdés csak az, hogy abban az esetben, hogyha az olajtársaságok, a villamosenergiatársaságok nem tudnak nyereséget felhalmozni, akkor honnan lesz pénzük ezeknek a cégeknek a beruházásokra? Orbán Viktor választ... Ez az egyik dolog, de én még egyel visszalépnék. Akkor mi a fenének csinálják? Azért, hogy fölemeljék a nemzetet? Vagy hogy örüljenek, hogy Mari néni és Pista bácsi viszonylag olcsón jut az elektromos energiát? Nem. Én azt gondolom, hogy valami hasznot minden gazdasági tevékenységnek hoznia kell, különben azt mondják, hogy hát ezt nem értem, nincs értelme csinálni, akkor másba fogok belekezdeni. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor félig vagy háromnegyed részben kimondva ezeket a vállalatokat állami tulajdonú cégeknek képzeli el, ugyanúgy, mint az állami operaházat, vagy a Nemzeti Múzeumot. Tehát az állami operaházat, a Nemzeti Múzeumot, azt a magyar költségvetésből működtetik. Igen, de nem is igazán tud nyereséges lenni, mert ugye sokkal nagyobb a ráfordítás, mint amennyit a piac el tud viselni, igen, ki tud fizetni. Az energiánál nem ez a helyzet, azt el lehet adni drágábban is. Egyfelől el lehet adni drágábban is, másfelől komoly érdek fűződik ahhoz, hogy drágán adjuk el, mert egyébként a lakosság meg a vállalatok nem fognak takarékoskodni ezzel az erőforrással. Ugye a Nemzeti Múzeum azért jó példa, ellenpélda, mert attól, hogyha leszállítják a belépő díjat, az emberek nem fognak többet járni múzeumban, nem fogják pazarolni a múzeumot, és egyébként is, ha többet járnak, akkor sem sincs veszteség, mert múzeum ott van, az energia, a kenyér, a krumpli az nem ilyen. Tehát, hogyha kivesszük az ármechanizmust, vagyis az árak nem orientálják a fogyasztókat, vagy direkt arra orientálják, hogy többet fogyasszanak, akkor ez bizony pazarláshoz vezet. De a másik és ráadásul a föld kimerülő kincseivel kapcsolatos pazarlás. Így van. És tegyük hozzá még egy dolgot, hogy miért lehet a Nemzeti Múzeumot, meg az Operaházat, meg nagyon-nagyon sok intézményt valóban nem üzleti vállalkozásként, nem profit alapon működtetni. Hát azért, mert a gazdaságnak egy viszonylag kis részét jelentik, és ezért viszonylag kevés pénzből, már az adófizetőktől begyűjtött pénzből lehet gondoskodni ezeknek a működéséről, fejlesztéséről. És a kormány ad is nekik pénzt természetesen, minden kormány. A gazdaság termelő szektorai azonban nagyon nagyok. Tehát ha például az történne, most tegyük félre egy pillanatra a paksi orosz megoldást, hanem azt mondjuk, hogy non-profit erőművet építünk Magyarországon, Paks 2-t. Hát akkor mennyi adót kell ahhoz beszedni?
hogy ezt meg tudjuk építeni. Hiszen ha a Paksot nem engedjük, a mostani Paksot nem engedjük, hogy nyerességet termeljen. Halló? Igen, itt vagyok, és figyelem. Akkor miből lesz? Elvileg egyáltalán nem lett volna elképzelhetetlen, és az elmúlt években volt egy olyan tendencia, hogy a villamos energia árát azért kell emelni, és azért is emelték az előző kormányok, hogy képződjön elegendő forrás a magyar villamosenergiaipar fejlesztésére. Amikor a mostani kormány azt mondja, hogy az elmúlt 8 éve emelkedett a villamosenergia ára, ez részben azzal függött össze, hogy a magyar villamosművek nagy nyerességeket produkált. Igen. Ebből azonban fejlesztett. Ha itt nem keletkezik, és a Paksi Atomerőmű úgy szintén, ha itt nem keletkezik nyeresség, akkor ezt valahonnan el kell venni. Kérdés az, hogy honnan? A személyi jövedelemadót kell megemelni, az áfát kell megemelni, vagy az iskolákra kell... Ahhoz, hogy az energiaipar fejleszteni tudjon. Igen. Ha pedig nem fejleszt, akkor abból nagyon nagy bajok. Így van. Tehát itt az Orbán Viktornak azért nincs igaza, mert aránykérdésekről van szó. Nem arról van szó, hogy elvileg nem lehet fontos dolgokat non-profit alapon működtetni, mint mondjuk az operátor a Nemzeti Színházat, de lehet. Csak ez nem teheti ki a gazdaságnak akkora szeletét, mint amekkorát az energiaszektor, a víz, a közművek, mert ide most már jön a kéményseprésztől, a szemétszállításig, nagyon-nagyon-nagyon sok tevékenység. Akkor itt csak egy zárójelben intézzük el azt a kérdést, hogy lehet Magyarországon a legolcsóbb az energiaára egész Európában. Nyilván egy kormány döntéssel, ha a kormány úgy akarja, akkor nagyon olcsó lesz, de azzal persze egy szakadék felé rohanunk. De más alapján... De reálisan nincs. Egyébként nem lesz. Tehát, hogyha a londoni bookmaker irodában ön egy fogadást akarna tenni arra, hogy Magyarországon 2030-ban olcsó lesz az energia, én lebeszélném. Igen. Nem lesz Magyarországon a legolcsóbb. Teljesen elképzelhető. Még ha nagyon akarjuk, akkor sem? Akkor sem. Akkor egy dolgot, de az árral összefüggőt. Itt az egyik hallgató fölvetette a műsor elején, és aztán meg is találtam azt a kitételt a kormány által tegnap benyújtott törvényjavaslatban Paksról, hogy az oroszoknak elvileg beleszólásuk lehetne a paksi áram árába. Én nem tudom, hogy hallottad, de fölolvasom, és akkor a hallgatók is... Hallottam az idézetet. De hát, ha nem minden hallgató tudta megjegyezni, egyébként én se tudnám felmondani fejből. Szóval a felek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a megvalósítási megállapodások szerinti ellenérték olyan módon kerüljön megállapításra, amely lehetővé teszi, hogy a villamos áramtermelésre vonatkozó árak kereskedelmi szempontból hosszú távon versenyképesek, és egyúttal az orosz kijelölt szervezet számára elfogadhatóak legyenek. Ez mi? Nagyon egyszerű. De jó, hogy jótól kérdezzem. Én legalábbis egy okot tudok, amiért, ha én az orosz küldöttség tagja lettem volna, én is beirattam volna ezt a pontot. Ja, hogy ezt az oroszok iratták be, gondolom. Hát nyilván, de már. Most gondoljuk a következőt. Na. Nagyon egyszerű. Az oroszok építenek atomerőművet Finnországban is. Most abban az esetben, hogyha a magyar áramot az Orbán Viktor leviszi a lehető legalacsonyabb szintre, és úgy exportálunk, meg egyáltalán a belföldön is, akkor a finn atomerőmű nem fog tudni működni, mert Finnországnak meg fogja érni Magyarországról importálni, vagy a finn vállalatoknak. És a finnek nem fogják tudni visszafizetni esetleg így a beruházás költségeit, van, ugye? Így van. Tehát ha az oroszoknak elemi érdekük az, hogy a magyar árak beilleszkedjenek abban a nemzetközi tendenciába, ami majd akkor ki fog alakulni, mert egyébként az ő üzletük romlik nem csak Magyarországon, Finnországban is. Egyébként pedig, ezt meg csak elvileg teszem hozzá, de valószínűleg gyakorlatilag is igaz, az Európai Unió sem megy be abba, hogy akkor majd Magyarország töredékáron fogja eladni az európai piacon az paksi atomerőműben termelt áramot, mert az meg tiltott versenyelőny, nem? Így van, természetesen ez így van, de már az oroszok szempontjából is alapvető érdek, hogy a magyar áram ne legyen túl olcsó. Ráadásul tételezzük fel a következőt, hogy igazuk van azoknak, én ezt nem tartom valószínűleg, de lehetséges, hogy a villamosenergia világpiaci ára a következő 30 évben nagyon gyorsan, nagyon magasra fog menni. Na most ebben az esetben ez azt jelenti akkor, hogy ez a Paks 2 tényleg nagyon nyereséges lesz. Nyereséges lesz.
akkor ebben az esetben az oroszok mondhatják azt, hogy például fizesse vissza Magyarország ezt a hitelt gyorsabban, hiszen az árban nagyon nagy nyereség képződik. Ha viszont a magyarok mesterségesen alacsonyan tartják az árat, akkor nem fogja tudni visszafizetni, és erre fog hivatkozni a magyar kormány. Szóval akkor, igen, akkor az oroszok bebiztosítják magukat. Így van, és teljesen igazuk van, hogy ezeket lehetőségeket eleve kizárják a szerződésben. De valóban a magyar szerződéseket előtt még az Európai Unió is meg fogja nézni, de láthatóan az oroszok is megnézték, hogy mit írnak alá, és nyilván jót mosolyogtak, vagy mosolyognak, amikor azt hallják, hogy Orbán Viktor azt ígéri a magyar választóknak a választások előtt, hogy olcsó lesz az energia, kutyafülét, hogy finoman fogalmazzunk. Az oroszok saját érdeke az, hogy ez a villamosenergia ára a nemzetközi ártendenciáknak megfelelő legyen, ez ragaszkodni fognak. Ennyit a függetlenség és szabadságharcról. Köszönöm szépen, Mihály Péter közgazdász egyetemi tanár, viszont hallásra. Viszont hallásra.